Az országos csatorna az Ozon Network Magyarország első zöld TV csatornája. Feladata, hogy segítsen megismerni a világot, a globális folyamatokat és azok lokális hatásait. Megmutatja a Föld legszebb tájait, elmagyarázza a katasztrófák okát, felhívja a figyelmet a környezet és klímavédelem fontosságára. Egyik leginkább ismert sorozata a Magyarország madár távlatban, mely egy egyedi látásmódban mutatja be, ez alkalommal Zemplént, Abaújt és Hegyalját. Benne természetesen Sárospatakot. Erről azt kell tudni, mit csináltunk először ilyen filmet az országba, amikor gyakorlatilag folyamatosan csak fölülről mutattuk az országot. Hát és Zemplénről meg annyit, hogy szerintem evidens, hogy benne van ebben a sorozatban. Tehát a mindent szeretnénk megmutatni, gyakorlatilag arról van szó, hogy ez a sok kis épület, ezek az emlékek, a tájak, ez így összeáll egy nagy történeti, ami gyakorlatilag Zemplénnek a történelme. Én azt gondolom, hogy ez a drón robotika, ez egy olyan óriási teret nyit a filmezésnek, ami nem csak egyfajta szemszöget enged, hanem egészen közel tudunk repülni az épületekhez, be tudunk repülni egy erdőbe, víz fölött, tehát nagyon közeli képeket is tudunk produkálni, egyben gyakorlatilag abból kieredztetteve nagy totálokat is lehet hozni, tehát gyakorlatilag mindenre alkalmas. Az egyedi stílus mind a szerkesztőtől, mind az operatőrtől más képességeket kíván, mint ami a hagyományos forgatásokat jelenti. Ennek köszönhetően a nézők is egy új szemszögből ismerhetik meg a várost. Nem annyira konkrétak a stintek, tehát hogy teljesen egy kicsit át kell állítani az agyat, meg kellett tanulni, de ez így közben működik ez az egész. Más, teljesen más. Egyfajta szemléletmód, mondjuk nekem így a légi filmezés az egy ilyen 20 évre tekint vissza, tehát így az én múltamban a motoros ernyővel már ezt korábban is csináltam, és nyilván a technika nagyon sokat számít, hogy utána mennyire lesznek stabilak a képek, mennyire éles, mennyire tud messzire repülni az adott eszköz, de hát nyilván a tapasztalat is, tehát az irányítási tapasztalat is lényeges, hogyha mindezt nem tudja az ember olyan finoman kezelni, akkor megint csak nem ér annyit. Bárány Róbert a közelmúltban egy másik sorozat kapcsán az expedíciós és útifilm kategóriában első díjat nyert a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon.